tudományos tanácsadót és az egyház történeti osztálynak az osztályvezetőjét, hogy tartsa meg előadását Vincenti érseknek a peréről. Köszönjük szépen! Azért így vissza léptetek a címhez. Kedves vendégek, köszönöm a meghívást, a lehetőséget. A jegyzeteimet ide kiteszem, csak azért, mert néha szeretnék az idézetet felolvasni. Egy konkrét átkötés Bonyháthoz. Vincenti József legalább egyszer egészen biztosan megfordult ebben a városban, mégpedig 1946. október 19-én. Ezen a napon volt Perczel Béla újratemetése, mert hogy ő 45 tavaszán Győrben hunyt el, és a családja akkor tudta a holttestet hazahozatni, és már korábban hónapokkal megelőző levelezés ment arról, hogy ha Pécsre vezet a bíboros úr útja, akkor odafelé menet álljon meg, legyen szíves itt Bonyhádon, és végezze el az újratemetést. Most ebből a szertartásból a családi háznál lévő beszentelést tudta Vincenti József elvégezni, magát a temetést azt már a város apát plébánosa végezte el. Ez így magától remélem nem fog menni, de néhány... Majd megbirkózom azért a technikával, szóval kiválasztottam indításnak két képet. Egy érettségi tablóképen ott látjuk a 18 éves fiatalembert, aki ugyanolyan, mint bármelyikünk volt 18 évesen, ha szétnézek, azért már mindenki ezt az életkort elérte. Még nem tudta pár évvel korábban, hogy katonának álljon, vagy tanári pályára menjen, hogy a papi hivatást válassza. Ebben a pillanatban már igen, a szombathelyi szemináriumnak lesz a növendéke, és lesz egy nagyon elkötelezett, valóban minden beszédéből, írásából, az egyházhoz, a katolikus valláshoz, a nemzetéhez, a sorrendiségeként fontos, és a népéhez egy elkötelezetten gondolkodó, akár az életét is feláldozni képes személyiség. Ez a protokoll kép az 53 éves korában készül, már nem Pém Józsefnek hívják, mert 3 évvel korábban, 42. augusztusában a vezeték nevét tulajdonképpen egy szimbolikus jelzésként az akkori német és nemzeti szocialista befolyás erősödésére a szülőfaluja után Csehi Vincent, Vincentire kérte változtattatni a belügyminisztériumtól. Ezt az engedélyt megkapta, és így az ország és a világ már Vincenti József néven ismeri meg. Most, hogyha az 1945 és 48 közötti 3 évet, ami az ő főpapi szolgálatának az aktív időszaka, előtte azért már 44 márciustól veszprémi püspök, azért egy technikust megkérnék, nem tudná beállítani, hogy ne diavetítésként menjen ez a program, hanem én tudjam léptetni? Megköszönöm, mert kicsit zavaró, hogy erre kell figyelnem. Most már ez lesz, amit én szeretném? Most már csak. Jó, tehát akkor vissza, jó, köszönöm szépen. Tehát, hogy ebben a 3 éves időszakban, ami egy rendszerváltozással felérő gyökeres mozgás volt, azok a politikai erők, amelyek 45-től a hatalmat gyakorolják, 3 fő csomópontba szedhetően intézkednek egyházakkal kapcsolatban. Nem csak a katolikus, hanem általában az egyházakkal kapcsolatban. Az egyik a gazdasági téren hozott intézkedések, elsődlegesen a földreformot említeném, 45, ez a katolikusokat fogja leginkább érinteni, hiszen 800 ezer hektárnyi területet kellett, vagy vettek el tőlük, aminek a legfontosabb következménye, hogy elképesztő anyagi gondok fognak jelentkezni az egyházi intézmények ellátásában, kórházak, iskolák, szeretetotthonok,
templomok, egyházközségek fenntartásában. A reformátusoknál ez kevésbé volt ennyire aggasztó, mert jobban hozzá voltak szokva ahhoz, hogy az egyházközség tagjai adományokból segítik az adott egyházközségnek a működését. Katolikusoknak ezt meg kellett tanulni. A másik nagy terület az a közéleti politikai téren való háttérbeszorulás. Tehát az a pozíció, mint ugyancsak a katolikus egyház 1848-ig, amíg államvallás volt, majd annak megszűnte visszaszorulása, az, hogy a törvényeket előzetesen mindig megküldték az ország hercegprímásának, különösen azokat, amelyek érintettek egyházi területet, vagy vallással összefüggő kérdést, vagy az, hogy 1916-ban volt utoljára olyan koronázás, amelyen a hercegprímás részt vesz a koronázási szertartásban, 46-ban a köztársaság kikiáltásával a történelem múltja része lesz. Nem indul 45-ben olyan párt a választáson, amely magát katolikusnak, vagy akár csak kereszténynek nevezte volna, majd 47-ben a kereszténydemokrata néppárt igen, de 46-ban egy rendelkezéssel, egy merényletre hivatkozva Rajk László akkori belügyminiszter felszámolja a nem csak a katolikus, hanem általában a felekezeti egyesületeket, civil szerveződéseket, ez több mint 1600 ilyen egyesületet jelentett. Tehát ezek a területek egyre zsugorodnak össze, és aztán a harmadik nagyobb terület pedig az oktatási monopóliumnak a megszűnése lesz 1948. júniusában. Mindezek az csoportok, ezek óhatatlanul konfliktusok sorozatát jelentették. És az a Mindszenty József, aki a pápai bulla dátumától lesz hivatalosan esztergomi érsek, ez 1945. október 2. Ezt csak azért mondom, mert augusztusi, szeptemberi dátumok forognak a köztudatban, a bullán ez a dátum szerepel, kánonjogilag ő ekkortól tölti be az esztergomi érseki, majd ezzel járó bíborosi posztot, illetve lesz a magyarországi egyház prímása. A katolikus egyház mindezen visszaszorulások ellenére tömegeket képes felvadultatni. Ez a kép az 1947 nyarán készült, több százezer embert számoltak össze egy Mária ünnepség alkalmából, mert 47 nyarától 48 végéig egy boldogasszony éve keretében az országban szerte szét különböző Mária ünnepekhez kapcsolódó ünnepségeket szerveztek. És pontosan ezt érzékelve, hogy az egyházban lévő erő az egyben egy politikai tényező is, fokozatosan megkezdődik az egyház ellenes propaganda is. A képen még egy kis Szalész Ferences szerzetest látunk a Ludas Matyi címlapján, de maga a tendencia, hogy az egyház esernyője, meg a reverenda, meg a bíborosi palást alá rejtőző klerikális reakció és hasonló jelszavak, ezek bekúsznak a sajtóba, a propagandába, és lényegében egészen a témán kezdetéig kisebb-nagyobb intenzitásokkal, de meghatározzák a közbeszédet. Vannak üdítő kivételek, ilyen például 47 tavasza nyara, amikor a fakultatív hitoktatás témája napirendre kerül, nagyon ciki ügy lesz belőle, a kommunisták igyekeznek hárítani, hogy ez a kisgazdáknak a felvetése volt, ők nem, ők életüket és vérüket az egyházért. És például Murgán, ahonnan én most jöttem, ide egy 20 kilométerre lévő kis falu, az ottani katolikus templomban van egy egyszerű kis olajnyomat Szűz Mária kisdeddel, és a kép keretére ki van írva, hogy a murgai MKP, azaz Magyar Kommunista Párt szervezetének ajándéka 1947. Egy kis történelmi lenyomat, számtalan más helyről lehetne idézni, hogy hogyan próbálták megvalósítani az akkori kommunista párttagok azt az utasítást, hogy barátkozni kell az egyházzal.
maga Rákosi Mátyás mondotta volt, hogy egyszerre két nyúlra nem lehet vadászni, és akkor a nyúl szerepét a kisgazdapár töltötte be, majd ha őt már leszalámi politikáztuk, utána jöhet az egyház. A letartóztatásig vezető út. Ez igazából 48 legelején Rákosi Mátyás kijelenti, hogy az év folyamán le kell számolnunk a klerikális reakcióval, ráncba kell szedni az egyházat. Tehát valami ebben az évben történni fog, és általában a történeti szakirodalom is mindig a szovjetek kezét sejti a dolog hátterében, hogy ott főzhetik ki azokat a terveket, amelyeket aztán itt megvalósítanak. A saját kutatásom alapján azt mondom, hogy ez részigazság. Egy-két elem. Rákosi Mátyás februárban Moszkvában jár, megkérdezik, hogy mi a helyzet egyházügyben, közli, hogy hát igen, itt ez a Mindszenti sok borsot tör az orrunk alá, de mindig találunk arra alkalmas pszichiátereket, akik bármikor őrültnek fogják nyilvánítani. Tehát van egy lehetséges módozat, hogy bolondok házába záratjuk az esztergomi érseket. Aztán gróf Károlyi Mihály, aki ebben az időben Magyarország párizsi nagykövete, ő az egyik jelentésében írja, hogy nyár folyamán egy fogadáson találkozik Bogomolovval, aki a Szovjetunió párizsi nagykövete, és megkérdezi tőle, hogy nagykövet úr, mi a véleménye, letartóztassuk-e Mindszentit? Akkor már az iskolállamosítás utáni sorozatos ügyek, balhék után vagyunk, Pócs Petri esete, kiközösítése, mindazon képviselőknek, akik az államosításban részt vettek. Bogomolov nem szólt egy szót sem, csak tagadólag rázta a fejét. Tehát az az üzenet, hogy nem kéne letartóztatni Mindszentit. És az akkor 36 éves Puskin nagykövet is egy érdekes szereplője lesz ennek a dolognak, mert hogy fogadni fogja Farkas Mihály honvédelmi minisztert, aki novemberben azért ügyködik még, hogy vízumot szerezzen vatikáni diplomatáknak, hogy akkor itt rendet tegyenek, és Rákosit is majd két hét múlva fogadja, és megírja a maga jelentését Moszkvába, és ez a jelentés, ez arról szól, hogy ez a Rákosi nagyon kis féreg módjára viselkedik, a saját elvtársait mártja inkább be nekem a nagykövetnek, hogy nem tőle erednek azok az ötletek, miszerint Rómával egyezkedni kellene, és a Mindszenti esetében, mikor rákérdeznek, hogy mi a teendő, én elmagyaráztam, hogy nem célszerű Mindszenti Józsefet félreállítani, hiszen őt már kiismertük, nem hízelgő a véleménye egyébként. Tehát az, hogy a minden butaságát tudjuk, a helyébe lehet, hogy egy sokkal okosabb, ravaszabb, rafináltabb főpapot ültetnek, és kezdheti előről a diplomáciai ismerkedést a szovjet fél is. Tehát ő azt mondja, hogy nem kell, és egy diplomata nyilván nem a magánvéleményét tolmácsolja senkinek, mert ha a magánvéleményét mondaná, akkor ő nem diplomata másnaptól kezdve. Moszkvának ez az álláspontja egyelőre. Most az is biztos, hogy Rákosi anélkül, hogy ne kapta volna meg a zöld lámpát valahogy a Moszkvából, nem kezdett volna elintézkedni. Mi történik itt novemberben? Látjuk a politikai bizottság, már az Egyesült Magyar Dolgozók Pártjának, politikai bizottságának az üléseiből, hogy ki adják azt, hogy konkrét leszereli megvalósítás az év elejé tervnek, és először Esztergomban Zakar Andrást tartóztatják le, aki esztergomi főegyházmegyés pap, és Mindszentinek a személyi titkára. Már Mindszenti előtt Cserédi Justinian herceg prímásnál is ő szolgált. Reggel elviszik az utcáról, ami hát döbbenet, ott a városban futó tűzként terjed a híre,
de azért az országot ez az eset még nem rázza meg, és nem igazán áll össze, hogy ez csak az első lépés volt. Mindszenti viszont már igen, ő már készül, és azért tettem oda zárójelbe, hogy a harmadik letartóztatására, hát hogyha visszaporgatjuk az életét, akkor annyit azért megemlítenék, hogy őt először 1919. március 9-én tartóztatják le. Még nem a Tanácsköztársaság, hanem a Berinkei kormány idejében házi őrizet, elengedik, megint házi őrizet, végül majd csak 19. augusztusában térhet vissza Zalaegerszegre, ahol akkor ő hitoktatóként szolgál. És igazából az akkori magatartása is majd szerepet játszik abban, hogy mindössze 28-9 évesen Zalaegerszeg plébános helyettese, majd 21-től plébánosa lehetett, tehát a karrierje meredeken ívelt felfelé. A második letartóztatására 1944. november 27-én került sor már veszprémi püspökként, akkor a vármegye Nyilas főispánjával sikerül összeakaszkodnia, és viszik el sokat magával, először Veszprémben, majd onnan Sopronkőhidára, onnan Sopronba, és onnan majd csak április 45, április 4-én tér vissza a székhelyére Veszprémbe. De ez a két korábbi letartóztatás, ez azért tapasztalatot adott, tehát egy lapon nem lehet említeni majd azzal, amit a kommunisták börtönében kell elszenvednie. Persze sorstársaktól is jönnek a hírek, és előzetesen ez egy fontos dokumentum abban, amit Pirossal is kiemeltem, leszögezi, hogy nem voltam összeesküvő, nem vettem ilyenben részt, ha mégis ilyennek hallják hírét bárhonnan, akkor az vagy hazugság, vagy pedig, ha mégis az ő szájából hallanák, akkor az emberi test gyengeségével tudja magyarázni, és azt eleve érvénytelennek nyilvánítja. December 23-án Esztergomban, amit egyébként addigra a politikai rendőrség már megszállt, a városban mindenki tudta, hogy az a zöldséges bódé, ott nem krumplit lehet venni, hanem az államvédelem kukkolja a prímási palotát, és írják a jelentéseket, csak ebből 17 vaskos dosszié gyűlt össze, és az állambiztonsági szolgálatok levéltárában őrzik. Magának a peres anyagnak a dosszié mennyisége meg 2 hiányhet, tehát 68. Tehát 23-án házkutatás. Ez a híradás még nem a házkutatás, nem a házkutatás maga, hanem már a letartóztatás utáni hírek egyike. 23-án még nem tudja senki, csak a prímási palota személyzete, hogy itt járt a politikai rendőrség, mégpedig azt az Zakar Andrást is magukkal vitték, akit már egy hónappal, bő hónappal korábban letartóztattak, és ő volt az, aki a rendőrségnek megmutatta, hogy a palota pincéjében, levéltárában merre vannak azok az iratok, amelyek izgalmasak lehetnek az államvédelem számára. Na most itt már megelőzően, tehát egy politikai rendőrség nincs arra felkészülve, hogy egy levéltárba precíz kutatást végezzen, főleg nem, hogy néhány óra alatt pontosan tudja, hogy milyen iratot kéne kiemelni, amit egy perhez használni tudna. Hónapokkal korábban beépített ügynök, aki egyébként Mindszenty bizalmasai közé tartozott. Tehát általában az ügynökök akkor sikeresek, hogyha munkatársunk, netán a barátunk, vagy a rokonunk, és akiről nem is feltételeznénk, hogy ilyen szerepet tölt be. Itt egy magasházi fedőnevi ügynökről van szó, aki azzal megy el Esztergomba, hogy ő biztos forrásból tudja, hogy lesz házkutatás, el kéne rejteni a cikis kínos iratokat. És Zakar, mint érseki iroda titkár, illetve Fábián János, a levéltáros, valóban elkezdik összegyűjteni, hogy nehogy valami kompromittáló dokumentum óvatlan kezekbe kerüljön, és ezt egy ilyen bárdok tokba, amiben boldogabb időkben térképeket helyeztek, abba rejtik el.
és ezt a házkutatáson Zakar András megmutatja. Amikor az ő vallomásait olvashatjuk a vizsgálati anyagok sorában, akkor az első vallomásai azok egy-két sorosak. Esküm kötelez arra, hogy hivatali titkot nem árulhatok el. Csak akkor, hogyha ez alól felmentést kapok. Kész. Aláírás Zakar András. Aztán eltelik egy-két nap, és ott van egy 50 oldalas vallomás. Egy mi történt közben, hogy a hivatali titok kötötte 19-én, 20-án, de aztán 24-én pedig már vallomást tesz. Az iratok között van olyan papír is, ami direktben nem mondja ki, de következtetni enged arra, hogy volt olyan feljebbvalója Zakarnak, Vicc Béla személyében, aki budapesti érseki helynök volt, aki megadta a hivatali titok, a szolgálati titok őrzése aluli felmentést. Miért adja meg? Ott van egy tanúvallomás, terhelő Vicc Bélára nézve, aminek az a lényege, hogy egy gödöllői dzsemborin évekkel korábban egy fiatal fiúnak a combját fogdosta volna. Tehát, hogyha egy ilyen ügy napvilágra kerül, akkor azt pedofília vágyával, hát országra szóló botrány kerekedett volna belőle, tehát nem kétséges, hogy ilyet el kell kerülni, és Vicc Béla megadja a felmentés Zakarnak. De az sem kizárt, hogy egy bírónak a visszaemlékezésében olvashat, hogy Zakar, aki egyébként műszaki egyetemet végzett, mérnöki végzettségű, tehát később kapta a hivatást, fiatal emberként volt barátnője, és lehet, hogy az ezzel való kapcsolata révén tudtak valami olyasmit róla, amivel őt zsarolhatták meg. A harmadik feltételezés, de erre csak egyetlen egy személynek az állítását tudom felhozni, dokumentumot nem, hogy őt megverték volna olyannyira, hogy magától jobb belátásra tér. Később semmilyen, se a hagyatékában, amit átkutathattam, erre igazolást, utaló nyomot nem találtam. A lényeg az, hogy akármilyen úton, módon is, de a politikai rendőrség eljut ehhez az irategyütteshez, amiről ha valaki Mindszenty József emlékiratait olvassa, akkor azt írja, hogy ez nem igaz, hamisítás, nem, ez a fémtok igenis létezett. Később egy nyomozóiskolának a múzeumához adták, ilyen szemléltető eszközként használták. Azt, hogy három nappal később Mindszenty Józsefet letartóztatják, azt egybehangzó vélemények, visszaemlékezések szerint Rákosi Mátyás miniszterelnök helyettes, az MDP-nek a vezetője döntötte el, tehát nem is a belügyminiszter, aki ekkor már Kádár János, bár Kádár Jánostól maradt fent egy cetli, amit a köztársasági elnökhöz ír, hogy tájékoztatlak, hogy a mai napon le kell tartóztatnunk Mindszentyt, és erről Mátyásnak is szólok. Na most, ha Mátyás rendeli el, akkor nyilván felesleges szólni neki, de a kör bezárul, és december 26-án este Mindszenty Józsefet kémkedés, hazaárulás, összeesküvés, valutaüzérkedés vágyával letartóztatják, és Budapestre az Andrássyt 60-ba viszik. A miniszter tanács tagjai egyébként csak sok nappal később fognak erről értesülni, mert hogy december 31-én üléseznek karácsony után legközelebb, és pontosan ezen a napon Dobi István miniszterelnök 50 éves. Tehát a napirendi pontot először azt tölti ki, hogy az elvtársak sorba gratulálnak a férfiúi érett korba lépett Dobi Istvánnak, aki Hajdan egyébként a Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek országos testületének egy nagy aktivistája volt, buzgó gyakorló katolikusként lett miniszterelnök, és hát aztán majd bukott alkoholista politikus. A 39 napos vizsgálati fogság időszaka következik, amire Mindszenty azt hitte, hogy
fölkészült és sok mindent tud róla, de valójában arra, amire várt rá, nem igen lehet ténylegesen felkészülni. Az első találkozásai az ottani személyzettel, Décsi Gyula államvédelmi ezredessel, az már Esztergomból eredt, már a házkutatást is Décsi vezette, és a jegyzőkönyvek szerint Décsi roppant előzéke, Mincenti úr, vagy Zakar úr, és a mi beszélgetésünk, tehát nem is az, hogy kihallgatás, meg vallomás, hanem próbálja a jó rendőr szerepet eljátszani, és hát a jó rendőr szerepből következik, hogy van a rossz rendőr szerep is, mert az, hogy mi történik éjszaka, azt majd sok nappal később derül ki, amikor Kickó Kálmánnak Mincenti József elmeséli, hogy hogyan élte meg az első napokat. Nem tudom, mennyire olvasható onnan hátulról, de azért néhány mondatot, hogy engem gumibottal vertek, papi titkokat akartak kiszedni belőlem. Aztán aki itt volt, háromszor belém rúgott, hátul a gerincembe, és neki buktam a falnak. Nem akartam aláírni a jegyzőkönyvet, mert nem az én vallomásomat vették jegyzőkönyvbe, ez egy csinálmány. Bevittek a szomszéd terembe, és kérem, az őrnagy vert engem gumibottal, részben levetkőztetett, és amikor már nem bírtam a veréseket, hát valósággal bemásztam az asztal alá, gondolom én, és odaírtam a CF-et, majd erről még szólok. Három nap múlva jöttek rá, és megint kezdődött a verés. És kérem, az anyámat leszajházták. Aztán egész éjszaka a kínzó őrnek nekiállított a falnak, közvetlenül szív alatt vertek, én a sírban vagyok itten, az édesanyámat leszajházzák. Ha nem tudnánk, hogy milyen bensőséges, mély szeretet tehát táplált Mincenti az édesanyja iránt, akkor is felháborítónak éreznék. Egyébként pontosan kigyomlálták a rendőrség részéről az ilyen típusú információkat a vizsgálati dossziékból, de ez véletlenségből benne maradt. Nem úgy persze, hogy ott jelen lett volna egyből egy gépírónő, hanem minden ilyen négy szem közti beszélgetést lehallgattak, és az alapján gépelték le a szövegeket. Tehát kétséget kizáróan lehet bizonyítani, hogy nem túlzás, amit Mincenti az emlékirataiban állít, amikor a fizikai bántalmazásáról ír. És talán ez a fizikai bántalmazás, vegyülve azzal a pszichés teherrel, ami őt éri, magyarázza azt, hogy ez az aláírása Mincenti Józsefnek miért ilyen széteső kusza, szinte leesik a toll a papírról, ahogyan a fölötte lévő szöveget, ami a vallomásának egy részlete aláírja. És itt látjuk ezt a CF, coactus feci rövidítést, ami annyit tesz, ugye, hogy kényszerből tettem. Ez a rövidítés Rákosinak, aki minden este megkapta a legépelt jegyzőkönyveket, és vagy azonnal, vagy másnap reggel elolvasta, megkérdezte Péter Gábort, a politikai rendőrség vezetőt, hogy mi ez a CF. A válasz szó szerint idézem, valami vallási marhaság. Rákosi így gondolkodik, azt nem lehet mondani, hogy egy tanulatlan ember lett volna, és azt mondja, hogy tehát ez nem vallási marhaság. Ez azt jelenti, hogy amit ide le van írva, abból egy szó sem igaz. Tehát egy üzenet. És aztán Mincenti elismeri, hogy valóban ő ezzel próbálta jelezni, hogy kényszerből tette, mert a rendőrségnek a módszere, hogy kérdeznek, valóságmagja minden egyes történetnek van, de utána, amilyen megfogalmazásban, amilyen összefüggésben és amilyen következtetésekkel leírják a vallomást, az már teljesen torz és a valósághoz alig van köze. Ezután lebukott a rövidítés használatával, jön az, amit a védőügyvédnek említ, hogy újabb verés, megvonják tőle a misézési lehetőséget, ugye ez egy papnak ez egy nagyon komoly büntetés, hogyha ezzel nem élhet, és aztán
folyamatosan vallatják, és vallatják, és újraíratják, és megint újra, hogy már belefásul, már azt a szót kezdi használni, amit a szájába adnak. Most a január 11-i vallomás, ez láthatóan már egy kiegyensúlyozott kézírás, mint Szent Józseftől, nem az a kusza és kialvatlan, megvert, bántalmazott állapotú. És itt meglepődik az ember, hogy ezt leírta a saját kezével, hogy igen, magyar nemes vagyok, és mindig a nemesség érdekében, szóval olyan idegen megfogalmazásokat, ami egy nem egy tanult embertől, egy hétköznapi embertől is idegen lenne, hogy mi ezzel a gond. Amit itt kivágtam, az azért vágtam ki, mert ebben meg olyan helyesírási hibákat lehet észrevenni, köztársaság, zászló, ura, és ilyen hasonlók, apróságok, de ilyen helyesírási hibákat Mindszenti soha nem vétett volna, ha csak nem tudatosan próbál valahogyan jelezni. Már gimnazista korában, amikor diákbírálóként, vagy szeminarista korában más pap növendéktársainak a műveit olvasta és bírálta. Az egyik leírja, hogy és fölhívom a kedves szerző figyelmét, hogy az utána egy ennel irandó, viszont a fuvallat az még a legmodernebb versben is kettő el. Tehát tudott helyesen írni, évtizedeken át lapot szerkesztett, könyvet írt, tehát ilyen alapvető helyesírási hibákat nem vétett volna, ezért az én következtetésem az, hogy ez egy következő üzenet azt követően, hogy a CF rövidítést már nem használhatta. Az az olvasó, aki ezzel találkozol, gondolkodjál, ne higgy a betűnek, hanem próbálja sorok között olvasni. Mindszenty az emlékirataiban azt mondja, hogy ez hamisítás, ez a január 11-i vallomás, és tulajdonképpen minden fontos levél, írás, amit a sajtó akkoriban közölt, felfújt, az hamisítás lenne. És meg is nevezi a hamisítókat, Zulner László és Fischoff Hanna írásszakértőket, akik igazságügyi írásszakértőként dolgoztak minisztériumoknak, hivataloknak, és a politikai rendőrség is megkereste őket már 48 végén, Mindszenty írásképéről jellemzést kértek, de úgy, hogy az lehetőleg egy SS tiszt vélehez hasonlítson, tehát megint egy csúsztatás, és az elvetemültséget kvázi az írásképpel is aláhúzni. Na most a Fischoff Hanna apja az még már a Dreyfus perben írásszakértőként szolgált, és hogy ő ilyen írás elemző gépet fejlesztett volna ki, aminek a segítségével akár hamisítani is lehet. Na most az Ulner László miután sikeresen emigráltak, a Mindszenty per kellős közepén február 6-án lépték át a határt. Nekem kérdés, hogy mentek vagy küldték őket. Minden esetre nagy nehezen megkapták Amerikába a letelepedési engedélyt, és ott megírja nem kevés pénzért a Mindszenty sztorit az ő szemszögükből. Itt arra hívta fel a figyelmet, hogy ő valóban a politikai rendőrségnek elmagyarázta, hogy ha hamisítanak, akkor mi mindenre kell ügyelni. Hogy például a legkritikusabb, amikor a betűket kötik egymáshoz. Mert a betűkötés lendülete, ha megakad és nem úgy vezet át, ahogy, akkor ott egy írásszakértő fölismeri a döccenést. És pont az Ulner az, aki ebben a cikksorozatban írja, hogy a január 11-i és egyéb vallomások, amelyekről képek jelentek meg a korabeli sajtóban, illetve az akkoriban kiadott sárga könyvben, hogy azok bizony Mindszentynek az írásai nem hamisítványok, mert ha ő hamisította volna, mondja, akkor ilyen helyesírási hibákat biztos nem tett volna bele, mint amit az előbbiekben fejtegettem. Tehát Zulnerék kivisznek magukkal mikrofilmen különböző dokumentumokat, először Ausztriában próbálnak házalni vele,
az ottani hatóságok sokszor, sok órán át hallgatják őket, elég vegyes benyomást szereznek róluk. A férfit, az Lulner Lászlót nem tartják sokra, a Fischoff Hannát igen, tehát ő a komoly szakértő, de őt meg egy hisztérikának nevezik, és a következtetésük az, hogy a saját karrierjük és zöld útlevél érdekében vállalkoztak olyasmire, ami nem biztos, hogy mindig az általuk mondottakat alát, hogy nem hoztak annyit, amennyit ígértek, amennyit feltételeztek, hogy benne lesz abban az anyagban, amit kivisznek. És ahogy említettem, a Zullner végül is levezeti, hogy a bíróságon felhasznált dokumentumokat nem hamisították. Kérték őket, és lehet, hogyha itthon maradnak és nem emigrálnak, akkor fel is használják őket, de így talán nem merték, nem akarták, illetve volt elegendő matéria, eredeti is, nem volt szükség arra, hogy a hamisításokhoz nyúljanak. Ez a kérdés, hogy hamis, eredeti az a bizonyos dokumentum, ez akkor is felmerült, amikor 1989-ben elrendelik 16 ügynek az újra tárgyalását, vizsgálatát, és ezen 16 ügye egyike volt a Mindszenty per is. Írás szakértőknek adták ki, akik 90 legelején meg leírták a véleményüket. Itt különböző aláírás minták láthatók, eléggé eltérőek. A következtetésük az az, hogy ez mindegyike Mindszenty József aláírása, a megfogalmazások is Mindszentynek a sajátos szóhasználatát tükrözik, és kizárt dolognak tartják, hogy valaki tartósan így bele tudta volna magát élni ebbe a szerepbe, de az a vélemény, hogy a kéz az, ami Mindszenty Józsefé, az agy már nem mindig. Tehát az agyat lehet befolyásolni azzal a 39 nappal, amit itt el kellett tölteni. És ahogy az idézetben jeleztem, vagy a kínvallatásról Kickó Kálmánnak beszél Mindszenty József, ő egy kirendelt védőügyvéd, akiket maga Mindszenty szeretett volna felkérni, egyiket sem engedélyezik. Kickó elkötelezett pártember, tudja, hogy hol a helye és hogyan kell szolgálni, persze igyekszik tenni a dolgát, és ő az, aki szerintem felnyitja Mindszenty szemét abba az irányba, hogy lehet itt hősködni a bíróságon, lehet világgá kürtölni az igazságot, de lehet, hogy mindez halálbüntetéssel is járhat. Január 21-én Alapi Gyula, az ügyész jár Mindszentynél az Andrássy út 60-as cellájában, ahol arra a kérdésre, hogy bűnösnek érzi-e magát, Mindszenty határozott nemmel válaszol. Sőt, ő készül a tárgyalásra, perrendtartást kér, valutakönyvet kér, a vádakat ismertetik vele, hogy fel tudjon készülni és vitatkozhasson. Pedzeni már pedzegeti neki egy provokátor nyomozó is, hogy azért itt vigyel, de neki még annyira nem hisz. A védő ügyvéddel való találkozás az, ami elgondolkodtatja, hogy komoly halálbüntetéssel járó vádpontokat fogalmaztak meg vele szemben. Már a valuta üzérkedés egy ilyen tény, akkor 46 nyarán bevezetik a forintot, akkor hoznak ilyen kőkemény, szigorú jogszabályokat. És ennek következtében ír meg több olyan levelet, kérvényt igazságügyminiszterhez, bíróság elnökéhez, amelyben kéri egyrészt az ügyének a különválasztását a többiekétől, akikről még nem beszéltem, de egy mondattal mindjárt. Amit itt idézek, abban elismeri, hogy lényegében elkövettem ezeket a cselekményeket, és próbálja a menekülésig, a kiutat megtalálni. Az, hogy kik legyenek majd a Mindszenty perben vádlottként szerepeltetve, ahhoz igazából egy szereplőválogatást tartottak. November 19. Zakan András letartóztatásától január közepéig, amíg Tóth László újságírót is elviszik,
több mint 20 ember tartóztatnak le, ebből a 20-ból először, hogy 6 és 10 közötti létszámnál kell megállni a vádlottaknak, és végül lesznek 7-en összesen a vádlottak padján a perben. Ugye Mincenti, mint a fővezér, aki ezt a másik 6 embert is összetartja, és akkor vannak az összeesküvők, vannak a kémkedők, és vannak a valutaüzérek csoportjai. A tárgyaláson magán, ami február 3 és 8 között van, azon, hogy papokkal van szemben, igazából csak két személyről fog majd kiderülni, Mincentiről és Zakar Andrásról, nekik engedik meg, hogy papi civilben lehessenek. Baranyai Justén, aki ugyancsak egy ciszterci szerzetes, ő nem vehetett, vagy Nagy Miklós, ők sima öltönyben jelentek meg a tárgyaláson. A tárgyalás Budapesten a Markó utcában zajlik, annak is a harmadik emeletén, amit előtte természetesen felkészítenek. Másodikán este különböző szakaszokban, időpontban is eltérően szállítják át az Andrássy útról a vádlottakat ide a Markó utcába. Mincentit magát csak este 10 óra körül egy hármas konvojban, elől egy fekete autó, középen ő, három államvédelmissel, mögöttük meg egy pompás teherautó, netán valami történne, atrocitás, szabotás, akkor védve legyen ugye a legfontosabb személy. A népbíróság külön tanácsát Olti Vilmos vezette, gondosan kiválogatták a bíróság tagjait. Törvény egyébként szabályozta, hogy a népbíróság tagjai közé kikerülhetett be, és azt lehet mondani, hogy ebben az időpontban ez a bíróság, bár törvénytelen összetételű, ugyanis a Magyar Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt 48. júniusában egyesült, tehát egy párt lesz belőle. Ehhez képest mégis ebben a népbíróságban van egy kommunista párti delegát is, meg egy szociáldemokrata delegát is. És azt is nézik, hogy vallásilag milyenek, ne legyen zsidó, ne legyen olyan, aki vallásilag problémás lehet, és egy szűrt vendégség lehet jelen. A vendégség alatt elsősorban az újságírói kart értem. Mindenki, a világ minden szegletéből jöttek volna erre a tárgyalásra, mert hogy meg lehetett tudni, hogy egy nyilvános perre készülnek, tehát bombabiztosnak kellett lenni, állításnak is, és abban is biztosnak kellett lenni, hogy nem lesz botrány belőle. Mert hát nagyon kínos lenne, hogy ennyi újságíró szeme láttára valami olyasmi történik, amire nem számítottak előre. Több újságírónak azért nem engedélyezték, a New York Times nem jöhetett be, a BBC nem jöhetett be, tehát egyik botrány így azért jött a másik után. Éjszaka 70 államvédelm is volt ügyeletben a Markó utcában és a környékén, napközben 250 államvédelm, egy kész hadsereg. Mincentit ugyanaz a 6 fő kísérgette folyosón tárgyaló teremben, itt kettő látszik közülük. A bíróság elutasítja Mincentinek azt a kérvényét, hogy válasszák külön az ügyét, és de beolvassák, tehát már egy alaphangot megadnak, hogy itt van a ti vezéretek, már is szeretne a csapattól leválni és zárt külön tárgyalást kérni. A vádak három csoportba sorolhatók. Egyik ez a köztársaság ellenes legitimista összeesküvésnek mondott halmaz. Mincenti soha nem titkolta, hogy ő legitimista, azaz királyhű, királypárti, de nem csak szimplán royalista, hanem a pragmatika szankció által szabályozott módon a trónöröklési rendben éppen ugye második Otto, Habsburg Ottónak az utódlását pártolja.
ez felnőtt férfi korára érlelődik ki benne, személyesen találkozik 1926-ban az akkor még kamasz Habsburg Ottóval, és írja, hogy ez volt az a pont, amikor látta, hogy igen, a jogfolytonosság az elhunyt IV. Károly fiában is megvan, és az ő személyes rátermettségében is látja a jövendő uralkodót. Aztán 47 nyarán, amikor Kanadában jár egy Mária ünnepségen, és onnan átmegy egy rövid kitérőre az Egyesült Államokba, Chicagóban találkozik Habsburg Ottóval egy órás időtartamra. Tudjuk, hogy Habsburg Ottó türelemre inti, hogy nem érdemes a keresztény erőket megosztani, és nem kell exponálni magát az egyházi elköteleződésű személyeknek, de maga ez a találkozás roppant titkos volt, nem tájékoztatja hazatérte után a püspöki kar tagjait sem, de érdekes módon a politikai rendőrség fényképekkel illusztrált dokumentumokban már tudott róla, és amikor 48 elején Czapik Gyula egri érsek vezetésével két alkalommal is állam és egyház delegációja találkozik, akkor Rákosi az, aki számon kéri, hogy azt mondjátok, hogy ti nem vagytok a köztársaság ellen. Akkor miért találkozott Mindszenty József Habsburg Ottóval? És Czapik nagyon kínosan érzi magát, mert az egészről nem tudott semmit, és aztán ebből lesz egy kis vitájuk is Mindszentyvel. Most a peres anyag állítása, hogy a Szent Koronát Rómába akarja vitetni Mindszenty azért, hogy a Habsburg Ottót majd ott megkoronázzák, és így a királyság létrejöhessen. Na most ehhez a történelmi alkotmányt nem ismerték a politikai rendőrség részéről, ugyanis ha idegen földön következik be egy koronázás, az eleve érvénytelen. Mindszenty ezt tudta, tehát ő a koronát azt védeni akarta a politikai helyzettől, ha netán egy újabb világháború következne be, mert azért ennek komoly esélyt adott, ez nem misztérium, hanem egy igazolható állítás. Erről viszont beszél a püspöki kar tagjainak, hogy Rómában, amikor a bíborosi kreálásra utazik ki, találkozik amerikai bíborosokkal, akik egyrészt nagyon sok adományt adnak, már is a valuta üzérkedés alapja megteremtődik, mert azokat a dollárokat azt nem feltétlenül szaladnak be vele a Nemzeti Bankba, hogy harmadannyiért beváltsák, hanem igen, előfordult, hogy Eszterházy Pál herceg feláron vásárolja meg, hogy segítse vele az egyházat. Bóka Imre számvevő az, aki ezeket a pénzügyeket intézi. Tehát a koncepciós pereknek mindig van valamilyen valóság alapja, ahogy mondtam, amit aztán utána lehet csúsztatni, torzítani, de Bóka végig azt vallja, hogy ő erre utasítást Mindszentytől nem kapott. Neki a kezelés volt a feladata, és hogy gazdaságosan működjön. Én el is tudom hinni, hogy Mindszenty nem foglalkozik már az ilyen típusú részletekkel. A harmadik nagy csoport a hűtlenség, kémkedés, hazaárulás, aminek az az igazolása a peres eljárásban, hogy rengeteg beadványt, levelet, tájékoztatást ír különböző nyugati követségekre, és hát különösen az amerikaiaknak, két amerikai követ, Arthur Schoenfeld, illetve Chapin követ, az, akik ez időtájt Magyarországon tartózkodnak. Schoenfeld egy zsidó ember volt, vele kevésbé jól jön ki Mindszenty, Chapin protestáns, valamikor tengerésznek készült, és ötször összesen találkoznak, mindannyiszor tolmács kíséretében, tehát olyan bruttó, öt nettó, három órás beszélgetés lehet ezen ötszöri találkozás alkalmával. A sajtóban azért már kikarikírozzák, hogy Mindszenty címere, az egyik az a Chapin, a másik a Schoenfeld, tehát hogy az amely, és középen pedig a megkoronázott király, tehát hogy ezzel érzékeltetik a koncepció és a Mindszenty féle összeesküvésnek a fő üzenetét. Tárgyalási
korabeli felvétel. Egyébként magáról a tárgyalásról a Magyar Rádió minden este ilyen félórás hangképeket közölt, és a teljes hangszalagok pedig a Magyar Rádió archívumában meghallgathatók. Én végighallgattam ezt az anyagot, és megállapítottam azt, amit mondjuk ez a Chapin követ is jelent Washingtonba, hogy a tárgyalás alatt Vincenti József végig higgadt, kiegyensúlyozott, láthatóan tudatánál, épp eszénél volt, ha így tetszik, mert vannak olyan feltételezések, amelyek szerint valamilyen tudatmódosított állapotban lehetett. Ez máig nagyon népszerű, ez a feltételezés, hogy valamilyen szervvel befolyásolták, és azért viselkedett úgy, ahogy. Mert hogy nem vált a katolikus egyház oroszlán szívű harcosává, nem borította az asztalt a különbíróságra, nem állt oda, hogy amit itt csináltok, az egy színjáték és hazugság, hanem a bíró kérdéseire úgy válaszolt, hogy hát lényegében igen, ez a lényegében szó nagyon sokszor ismétlődik, míg Olti Vilmos a bíró meg, én csak ugyebár bírónak hívom, mert úgy teszi fel a kérdését. Ugyebár azért találkozott, ugyebár ott volt és ebben gondolkodtak, tehát ugyebár bíró és lényegében Vincenti párbeszéde, az kihoz egy komoly vádiratot. A közvélemény itt, ha nézik, nagyon erős, szokatlan tekintet egy egészséges embertől, de hogy mi a megfejtés, hogyha nem kábítószer, amire nem tudunk igazolást adni, még akkor sem, hogyha ez sok esetben felmerül, hogy vallató fröccs és hasonló. Én pszichiáterekkel, addiktológusokkal, rengeteg szakemberrel konzultáltam erről, és az az egységes véleményük, hogy a kihallgató, a politikai tisztek maguk, azok fontosan azt tudták, amit mi nem, hogy hogyan kell valakit úgy olyan helyzetbe hozni, hogy mindenféle pótlólagosan adott szerek nélkül is egy más állapotba kerüljön. Az alvatlanság, az ételmegvonás, a világítás, a durva beszéd, a halálfélelem felerősítése, a remény megcsillantása, majd visszazuhanása a sötétségbe. Ezek mind olyanok, amelyeket az emlékirataiban Vincenti hátborzongatóan szépen és hitelesen leír, hogy összefolynak a napok, és már ő maga se tudja, hogy mi a való, mi történt, mi az, ami igaz, és mi az, ami csak valahogy egy távoli ködbe vagy álomba való elem lenne. Bazedov korral küszködött fiatal kora óta Vincenti József. Már szeminarista, fiatal papként egy Pető vezeték nevű szombathelyi orvos megműti. A Bazedov kor az a pajzsmirigynek a túltermelése, aminek a tünetei közé tartozik egy fokozott idegállapot, illetve a szemeknek ez a kidüllettsége. Vincenti a 39 nap vizsgálat alatt nem mer bevenni semmilyen olyan gyógyszert, amit adnak, nem tudja, hogy mérget kap, vagy gyógyszert. Tehát az következtetésem az, hogy a Bazedov korja ez alatt a másfél hónap alatt teljesen kezeletlenül marad, és ennek a tünetei jönnek ki, és láthatóak ezen a felvételen, míg a magatartására, igenis az a pszichés folyamata az inkább reális magyarázat, amit az iméntiekben elmondtam. Az utolsó szó jogán a békéről beszél, és megerősíti azt, amikor a lényegében beismerések között említi, ugye mondtam, hogy a bizonyítékok sorát a különböző levelek jelentik, azt mondja, hogy a leveleket megírtam, egy részüket el is küldtem, tán nem kellett volna. Egy más részét ugyancsak megírtam, de nem mentek el. Egy harmadik csoportját megírtam, el is mentek, és ezekre nem vonatkozik a szánakozásom, hogy tán nem kellett volna, mert ezeket olyan ügyekben írtam, amikért most is kiállok, a hadifoglyok ügyében, vagy a felvidéki magyarok ügyében, vagy épp a németek kitelepítése ügyében, itt
humanitárius és pasztorációs kötelezettségemnek tettem eleget, ezekre nem vonatkozik a visszavonásom. Tehát még itt a vádlottak padján is van annyi ereje, lélek jelenléte, hogy a legfontosabb ügyekben azt képviseli, amit a börtön előtt is képviselt. És hogyha 49-et jellemezni kéne, akkor egy elég fura kép jön ki. Az év elején Mindszenty József elítélése, és utána ugye a karikatúrán élcelődnek rajta, majd az év vége Sztálin 70. születésnapját ünnepli az ország, és ebben a keretben benne van az a fordulat éve is, amit a 49-es esztendő hozott magával, ugye egy kommunista politikai hatalom átvétel, és annak az összes társadalmi ideológiai következményei. És végül néhány szót a rabságról. Egyfelől a szabad világban a felhördülés. Már a letartóztatás követően, már december 28-án a Szentszékben 12. Pius kiközösíti mindazokat, akik közreműködtek a bíboros letartóztatásában és majd az elítélésében. Tiltakozások, tüntetések a magyar követségek ellen, ezekről a diplomatáik jelentenek. A világ visszhang nem jut be a gyűjtőfogházba természetesen, ahova az Andrássy útról elszállítják Mindszentyt. Nem látszik, tudom, de mégis fontos ez a Pogoly törzskönyvnek a fotója, amit én a Kozma utcai börtönben másoltattam le, akkor jártam először, remélem utoljára börtönben, mert hogy itt az van, hogy önérelmező, 1949. február 11-től, ott pedig az, hogy felfogoly, az fokozottan ellenőrzött fogoly. Ugye itt Mindszenty József bén, alatta egyébként, hogy hány centi, milyen színű a szeme és egyéb ilyen kül dolgok. De ez az önérelmező. Ez egy izgalmas dolog. Magyarország első számú politikai ellenségét lecsukják, és a börtönben önérelmező. Nem akartam hinni a szememnek, hogy ilyen kedvezményt kap. Aztán kezembe vettem Ispánki Béla, aki az egyik vádlottás volt a hétből, ő a kémkedési ügynek a képviselője, aki megerősíti a visszaemlékezéseiben, hogy Mindszenty Józseffel különösen kesztyűs kézzel bántak a gyűjtőfogházban, nem kellett például az összes többi rabbal együtt ebédelnie, hogy a nagy ebédlő mellett volt egy palatábla, arra kiírták, hogy 1100 plusz 1. Az a plusz egy mindig bíboros úr ő eminenciája volt, aki külön posztot kapott. Aztán a Szociális Testvérek Társasága részéről is jött olyan információ, hogy az ottani nővérek voltak azok, akik rendszeresen beadhattak posztot Mindszenty József részére. Na most az a fél év, ami a másodfokú tárgyalásig következik, az a legszörnyűbb és legsötétebb időszak Mindszenty József életében. Július 7-én összeszedi az erejét, nem még előbb erről beszélek, tehát 9-én van a másodfokú ítélet, ami helyben hagyja az életfogytiglani fegyház büntetését. És tehát itt február közepe és július eleje közötti időszak. Ezekben a hónapokban egy héjen 100 levelet ír igazságügyminiszterhez, politikai rendőrség vezetőjéhez, melyben mindben azt veti fel, hogy mit rontott el, és hogyan lehetne most ezt helyrehozni. Hogy akár hajlandó lenne visszavonulni egy évre, három évre, egyezkedni, de mindenképpen Róma bevonásával. Tehát keresi a lehetőségeket, nem kap egyik levelére sem semmilyen választ. Úgyhogy már olyan levelet ír Péter Gábornak, ha nem tudnám, hogy ki a címzett, azt hiszem, hogy egy katonai szolgálaton lévő fiatalember epekedik a véglátott menyecske után, mert már két hete nem láttam, mikor jön hozzám újból. Tehát ezek a sorok az ő kézírásával, majd április 7-én
a takarítónak ad át ilyen kis valamilyen módon megszerzett papírocskát, amit kér, hogy a püspöki karnak juttasson el. Hát a takarító is természetesen a politikai rendőrség embere volt, tehát ez a levél is a Otlandtól a tárgyak között. Na most, talán ez az egész eljárás, hogy semmibe veszik, hogy levegőnek nézik. Ebből a depresszióból végül is kilöki, és július 7-én, ez az ő kézírásával, megírja a legfelsőbb bíróságnak, hogy mindazon vallomásait, amit december 26 óta tett, azokat visszavonja. És ha kíváncsiak a véleményére, akkor hívják meg a másodfokú tárgyalásra. Nem hívták meg, majd csak augusztus végén ismertetik az ítéletet ott a gyűjtőfogházban. Szeptember 27-én a gyűjtőfogházból, a Konti utcai fogházba szállítják át Vincenti Józsefet, a többieket Vácra. A Konti utca ma Tolnai Lajos utca névre hallgat, akkoriban már szovjet kezelésből az államvédelem kezelésébe került át, szigorú politikai foglyok őrzésére szolgált, de ez volt a helyszíne többek között Rajk László és társai kivégzésének is. Ezt megörökítette Vincenti az emlékirataiban, teljesen hitelesen. Rekonstruáltuk is, mert évente 2-3 alkalommal a jelenleg is ott működő rendőrség, ilyen bűnjel raktárként szolgál, engedi, hogy ilyen idegen vezető túrákat tehessenek az érdeklődők, tehát ha valaki egyszer a Vincenti Alapítvány honlapján keresztül regisztrál, amikor ilyen alkalom van, akkor egy órás idegen vezetés mellett meg lehet látni azt, hogy milyen körülmények között őrizték 5 éven át Vincenti Józsefet, mert hogy 54 tavaszára 82 kilóról 44,5 kilóra fogyott le, annyira súlyos beteg lett, TBC-s, és hát attól féltek, hogy itt végzi a börtönben. Tehát újból a gyűjtőfogházba kerül Vincenti, a rabkórház részlegbe, ő lesz a 20-as. Nem írják be a papírokra sem, hogy Vincenti, csak mint 20-ast jellemzik, vagy szignálják. És aztán 55 nyarán, amikor már a nemzetközi helyzet kezd az enyhülés irányába menni, akkor jelenti be a rádió, hogy a püspöki kar kérésére Vincenti Józsefnek az elnöki tanács egészségügyi okokból kedvező bánásmódot engedélyezett, azaz házi őrizetbe kerül Püspök Szent Lászlóra, ez a Pécsi Egyházmegyében található, és miután az a helyszín, itt ez egy felvétel az akkori Vincenti Józsefről, talán látható, hogy mennyire csontá és bőrré soványodott. Miután még fűthetetlen volt ez az épület, tehát novemberben innen elviszik Felsőpetényben, ez már Nógrád megye, és itt fogja érni Vincentit 56 forradalma, annak az első hete még úgy megy el, hogy ő továbbra is ott tartózkodik, és 56. október 30-án este kerül át Rétságra, oda megy érte 4 rétsági katona, helyezik a rétsági ezrednek a védelme alá, és 31-én reggel innen Rétságról autókonvoj páncélos kíséretében megy vissza föl Budapestre a Prímási palotába, és lesz egy 4,5 nap szabadság, amit követ majd egy 15 éves amerikai, budapesti amerikai követségen való önkéntes rabság. Hát köszönöm szépen a figyelmüket!